Itt vagyunk Szalárd határában, Berettyó folyó bal partján áll az egykori Adorján vár maradványa, az öreg torony romjai. Röviden tömören is történelem, hogy nagyjából a várat egy nemzetségbeli pál országbíró kezdte építeni, 1242-1276 között épült fel. 1277-ben 4. László király seregei megostromolják, és beveszik is egyben. 1317-ben 3. András seregei ostromolták meg, 1400-ban Zsigmond magyar király a Csáky családból való első Ferencnek adományozta. A családot érdemes megjegyezni, még lesz róla szó. 1598-ban a török rövid időre elfoglalta, a 19. században rombolták le. A várban született, 1570-ben Csáky István generális erdélyi főkapitánya. Na, aztán még most majd megyek Szentjobra, de ott nem lesz több videó, itt bemondom, hogy ott többek között ott is van egy középkorú várának romjai, de a Szentjobnak. Aztán... Na és még annyi, hogy a Nagyváradi jelkének is közel van hozzá, különben Nagyváradtól körülbelül, hát a hídnál voltunk 22 km, ahol rátértünk a Berettyó étben a Berettyó mellé. Amúgy... Bocsánat. Van egy kis szél. Na, szóval nekik is van köze, ott voltunk 22 km a Nagyváradtól, aztán megnézzük, van-e valami emléktábla. Nem emlékszem, hogy mondtak volna. Még megmutatom Szalárdot, a Berettyó, és azon túl nem közelítek rá, de ott látszanak házak, és az a templom torony, de úgyis lefotóztam, úgyhogy itt azért jóval szárazabb a vidék, mint tegnap a Révi Szarosban, és arra fele van Szentjó. Valószínűleg az ott látszik, hogy nem látom, hogy nincs már messze. Na.